Equius ment a LCK-ül, és Migdi ment a házba. Itt vagyunk Sóston, Horizon 2014. júliusa. Másodjára vagyunk itt, mert hogy itt voltunk a februári pörgésen, akkor a Katapult DJ-kkel, és ellap minket a Lipóci. Dávid meg szervezőket ilyen pozitívan állt az ügyhöz. Jöttünk, megnyomtuk a part, a track and roll, 70-es évek visszatértünk, mikor lambériáztuk a lövészárkot. Az a szlogán, hogy mindenki Gassa majd a lány lesz. Na, akkor Gassa majd a lány lesz. Sziasztok, ez itt a Sóston, ez én a Rihárd vagyok, és most a külső két tagjával beszélgetünk. Hasszám? Nagy látószak. Figyeljetek, elmondom mi a sztori. A fellépésen rám, magamra raktam egy cigarettát, és mindig így nézte rám, hogy miért nyugálom. Mindig egy cigarettát, nem dohányzunk. Ezt rám nézett, hogy miért. Bocsánat, a hakaba mondjuk? A szlogen az, hogy tegyük le a cigarettát. Na, tegyük le a cigarettát. Amúgy nem dohányzunk. Hogy éreztétek magatokat itt az idei Sóstonoizon? Milyen volt a buli? Hogy értik el itt az idei Sóstonoizon? Nagyon jó. Sóston az, tehát februárban itt voltunk, akkor is vagány volt, tök jó. Tehát látszik az, hogy annak van létjogosult, csak kialakulnak egy brendek egy parti sorozat körül. Ez Budapesten nagyon sokáig ment, vidéken egyre többen kezdik átvenni, és tök jó dolgok vannak. Én azt gondolom, hogy a bar bizony egy tök adott hely, egy ilyen különleges. A másik, hogy télen is működik, és nyáron is. Amikor télen ott vagyunk, akkor is sok terem van, fölülünk, pihenünk, rock and roll, lazulunk, ott is az van. Egy nyáron kijövünk, el vagyunk, mindenki szépen föl van öltözve, nem, mert kevés a ruha. Várjál. Ezért, hogy mit tudom én, 120 méter van az alvóhelyünk és igen, a színpad között, azért ilyen nincs. Tehát, hogy na. Igen, ez is jó, hogy ez nagyon jó. Hogy amikor éppen valaki össze akar esni a fáradtságtól, akkor... Igen. Akkor ha a fáradtságnál tartunk, akkor sem azért nektek már évente több mint 100 felépésetek van. Mesélj egy kicsit, hogy a kezdetektől egészen a Veszprém megalakulástól idáig eljutni, mi a siker titka, hogy jutottatok ti el ide ilyen sokáig? Nem tudjuk. Igen. Nem, azt érkez, hogy nem, de nekünk annyira... Azért, mert kurva jó a zené. Egy ilyen mókuskerékben vagyunk amúgy, hogy tapossuk a hip-hopot, tehetség, kitartás, szerencse, kanivárok megénekelték, nagyon sok számoltuk. Most már akkor már akkor. A lövészárkod. És hogy csináltunk sok lemezt, mindig aktívak voltunk, tehát amikor volt a Hősöknek öt olyan évünk, hogy nem jött ki Hősök lemez, akkor is jött Menta lemez, EQPX, Szakombó, Gruppen, Family, Veszprémszeti Osztász. Figyelj, az legutóbbi lemezünk az Érintés 14 számot tartalmaz, és azt mondom, hogy vannak rajta olyan különleges dolog, mint mondjuk az Adogat, a Nobody Moves-szal, ami egy ilyen trappes, dubsteppes, nagyon őrület, ilyen tök gyors, ilyen megyünk rá. Jó videoklip is készült hozzá, ott van egy hip-hop atalom, ami abszolút a hip-hop életérzésről szól, szeretjük az embereknek elmondani, hogy merre csörög a dió, de ott van mellett egy kis ember, aki egy nagyon belsőséges kapcsolatról szól, mert azt a kisfiának írta, de van rajta mondjuk Tűz lesz, amiben hát ilyen társadalomkritikai dolgok is vannak boncolgatva, és ott van egy ilyen szép sláger, az enyém, ami pont ilyen napokban lépte át, egy nagy videó megosztan a 2 milliós nézettséget, és egyébként ennek a 2014-es nyárnak is egy ilyen központi témája, mert hogy van egy kampány, az egyik üdítőitalokat gyártó cég 32 magyar dalt választott ki, amivel reklámozza egyéb az üdítőt, tehát nem neveket írunk rá, hogy Józsi, Pisti, meg hogy Tihamér vagyok a 8-ból, hanem az, hogy különböző dalcímek vannak rajta, kettő Hősök, és megéljük szépen ezt a dolgot, szeretjük az embereket, szeretünk idejárni, a kívásoknak mindig megpróbálunk helyt állni és célt állni, és mindenféleképpen, és köszönjük szépen, hogy 9-kor tudunk be felkelni reggel, mert csak utána reggelizünk meg és hagyjuk el a szállást, a Barbizonban minden jó, minden szép, ha jó a vége. Richard napra, amikor Richard Beer születésnapja van, én mindenképpen írok egy SMS-t, és egyébként meg tök jól áll a pulcsi. És amúgy azt hiszem 5 videóklip készült, amit még az Érintés. És ha már a nyárnál tartunk, és az előre, mint egy fellépésekről, akkor mesélhetek, hogy a rajongók a legközelebbi fellépésekről hol tudnak titeket megtalálni, hol lesznek fellépések. A hősök.hu weboldalon fönn van nagyon sok minden, egyébként itt a környéken legközelebb a Campus Fesztiválon vagyunk, ami ugye július végén van Debrecenben, egyébként pedig rengeteg helyen vagyunk, hál' Istennek az országban. Megjelent az új klipünk, két kaliber, és rég láttalak, az egyik egy hősök dal, a másik egy hősök diasz dal, ezzel megyünk a nyáron újdonságokkal, hamarosan jön a 15 éves OSG-re készült Posszikát, Posszitrek. Amiben sok olyan közreműködővel dolgoztunk együtt, akikkel soha nem dolgoztunk még együtt, valamint
valószínűleg nem is dolgoztunk volna együtt, mert egy kicsit más vonalon mozognak mindni, és ezért érdekes lesz nagyon az a track. Egyébként egy jó kis dal lesz, nem szeretni fogják hallgatók. Főleg mondom azért, hogy sok olyan előadó van együtt, akik nem, amúgy nem dolgoznának együtt. Tehát, így van. Nehézkes is volt az ügy, de... Igen. Tehát, hogy van benne Bagaméri és Notár Méri remixben. Egyébként a kiforduló kamera az egy nagyon szép lány. Szervusz, szép estét kívánom. Szóval, hogy erről van szó, gyerekek. Hát itt vagyunk a sorsan, az a július 4 van, Amerikában a függetlenség napja, rengetegen az államokbeli előadókból amerikai zászlókkal való kózolós fotókat posztoltak ki, szeretünk mindenkit. És meséltek még arról, hogy a pörgő életre, a sok fellépéssel, képforgatással, dalkészítés mellett a magánéletre hogy jut időtök, esetleg barátnő vagy mennyasszony, vagy valami a közelebb. Meséltek egy kicsit egy lassan 7 éves kisfiam, egy feleségem van, úgyhogy nehéz az ügy, de meg tudjuk oldani. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy persze valamiért, és azt gondolom, hogy mindegyünk párja tudta, hogy kivel van együtt, vagy hogy kivel lett együtt. És nehéz, nyilván nehéz, de hát ez egy ilyen életforma, szeretjük csinálni. Néha mi is elgondolkozunk azon, hogy a francba tudjuk ezt megcsinálni, hogy ennyi sok buli van, plusz mellette van a magánéletben mindkettőnknek elég komoly dolga, úgymond. És mellette akkor még forgatás, buliból buliba, melóból buliból meló, tehát ugye nagyon erős a nyár, de hát szeretjük, tehát hogy tudjuk, hogy mi mit vállaltunk, vagy hogy mit szerettünk volna, és ez van. Tudni kell néha pihenőt tartani. Így van, néha van egy kicsi pihenő, mikor azt mondjuk, hogy akkor most 3 napig nem beszéljünk egymással, nem veszünk fel a telefont senkinek, igen, elmegyünk valahova, és akkor utána meg 5 buli egy húzamba. Tehát, hogy persze, ezt mindig megbeszéljük, leülünk, hogy most legyen egy pihenő ezért, igen, vagy azért. Tehát most 2 videóklipet forgattunk le, úgyhogy mellette 20 buli van ebben a hónapban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez igen. Rap life. Jó, hogy illetős srácok, kitartás. Sziasztok, Sós Tornhoz. Sós Tornhoz 2011. Bármikor szívesen jövünk.